Szevasztok, tehát az online guruk szerint egyértelmű, hogy a YouTube-nak fiatalabb a közönsége, az arckönyvnek pedig hát idősebb, illetve középkorosztály, vagy vegyes legalábbis. Most az Instáról nem beszélünk, és én is a Spotify-ról hallgatom a dolgokat, csak hogy picit így a konkurenciának is alá tegyünk. Ezt az egészet azért mondom, mert ugye, hogyha ide lenéztek, akkor itt van egy feliratkozás gomb, és akkor azért van ez ide felírva, hogy fel lehessen iratkozni, és naponta tudjátok követni a csatornán történteket, illetve hát lássátok naponta a dalajánlatokat. De azért mondom ezt el, mert időnként egy-egy ilyen üzenetet, meg a dalszöveget, ezt kirakjunk a Facebookra is, és akik ott találják meg, azok nem mindig tudják, hogy mi van. Tehát nekik is üzenem, hogy feliratkozás gomb, aki pedig egyben akar látni az összes eddig megjelent videót és tallózni, megnézni, hogy mihez van kedve, hogy mivel mi történt, az ugye itt a videó alatt ott van a cím, a leírás elején, és alatt ott van picibe ez a fekete-fehér arckép, és csak arra vagy annak a környékére rábögtök, akkor kiad egy menüsort, és a menüben van egy olyan, hogy videók. Ha arra rámentek, az összes kijön egymás után. Sokan kérdezték, azt hinni az ember, hogy magától értetődő, de hát nem. Szóval feliratkozás, aki velünk tart és játszik, egyre többen leszünk, köszönöm szépen. És utána pedig, hogyha az összes videót akarjátok látni, akkor a kis kerek, fekete-fehér arcképnél rábökni, menüben videók, és egytől 200, hát most már 37-ig, mert ez a 237-dik dalunk, vagy dal lehetőségünk közösbe, ott van az összes. Ennek pedig az a címe, hogy ne tedd meg. Ez általában egy tűzszentésre vonatkozik. Én most megteszem, bocs. Mondjuk hetet szoktam. Hát nem erről szól a dal, de az a címe, hogy ne tedd meg. Július 16-án írtam, 99 BPM-mel megy. Gondold el, ha nem volna Isten, és a fejedbe nem lakna ő, mi volna az, ami visszatartson az az elrettentő erő? Ha azt hinnéd, hogy fölötted senki, nincs, aki néz és ítél, akkor hányféle rossz meg gonosz tettet véghez nem vinnél? Sose volt lényegem a kicsinyes félelem, de örülök annak, hogy gyáva lettem egy vad másodpercben, hogy visszarettentem, és tanácsolom neked a tapasztalat jogán, hogy olyankor te se tedd meg. Ez volt a refrén. Kicsi oktatólagos, de higgyétek el nekem, hogy azért ez a fajta önmérséklet, vagy hát ilyen bölcseleti hozzáállás, hogy parasztiasan úgy már, hogy számolj 10-ig, mielőtt bár. Ez néha jó. Gondold el, ha nem volna Isten, és hozzá az Isten félelem, tennél-e bármit könyörületből, vagy élnél részvételen? Azt hiszed, ha te nem hiszel benne, az csak egy apró malőr. Egy halőr az mégse a teremtő urad, futsz, ha zsákmányra tör. Sose volt lényegem a kicsinyes félelem, de örülök annak, hogy gyáva lettem egy vad másodpercben, hogy visszarettentem, és tanácsolom neked a tapasztalat jogán, hogy olyankor te se tedd meg. Gondold el, ha nem félnél tőle, állatként élnél bizony, ösztöny, meg bosszú, meg vágy vezérelne, ha nem lenne benned iszony. Ha nem hatna benned jó előre a bűntudat és a rémület, elkövethetnél bármikor bármit, eldobhatnád a lelkedet, sose volt lényegem a kicsinyes félelem, de örülök annak, hogy gyáva lettem egy vad másodpercben, hogy visszarettentem, és tanácsolom neked a tapasztalat jogán, hogy olyankor te se tedd meg. Ide dupla refrén van írva, sőt két és fél. Ezt most nem olvasom fel, mert nem mutatnám vele magamat, meg benneteket se. Én azt mondtam egy párszor, hogy vannak ilyen tilos rímek, amik elhasználtak, vagy túl tiszta rímek. Alapvetően ilyen ez a bizony, iszony, viszony, iszony. De itt ugye az, hogy bizony és iszony.
azt éreztem, hogy itt némi iróniával ez megengedhető. Nem tetszik, írjátok át, de ütök kezetekre, akkor ti a zenét írjátok. Szevasztok holnapig, tehát itt a feliratkozás.